Nem jutott be a parlamentbe Smuk Erzsébet, a nagykátai körzetben ugyanis alul maradt fideszes ellenfelével szemben az LMP társelnöke. Közben Kanász Nagy Máté, a párt másik vezetője egy interjúban arról beszélt, nem tett jót, hogy Márki-Zay Péter végtelen monológgá változtatta a kampányt. Smuk Erzsébetet kérdezzük. Nyilván buta kérdés, hogy mennyire csalódott, mert hát egy vereség után hogy érezheti magát az ember? Jó estét! Jó estét kívánok! Teljesen természetes, hogy az embert az első csalódás úgy érinti, hogy nem sikerült, pedig nem sokkal a választások előtt egy nagyon-nagyon szoros eredményt mértek, és nagyon szoros volt a verseny. 60-28-ra kapott ki végül, ugye, hogyha százalékokat nézzük. Több mint 60%-a lett Cserván Györgynek, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy Cserván György 3%-kal kevesebbet kapott, mint a Fidesz lista, én pedig 3%-kal többet kaptam, mint az ellenzéki lista. És nyilván a csapattal is értékeltük, de ma is ugyanígy csinálnánk. Tehát én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk. Ott helyben mi okozta ezt az utolsó pillanatos óriási különbséget, ami korábban pár százalék volt, mondja? Két okot is szeretnék említeni, amit megtapasztaltam, mert én nagyon sokat voltam az utcán, kopogtattunk, piaci kitelepülés, nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem. Az egyik biztos a béke és a háborúnak a kérdése. Vasárnap délelőtt egy volt osztálytársam, iskolai osztálytársam, Nagykátai hívott fel, hogy Erzsi, valamit csináljatok, mert az M1 folyamatosan azt mondja, és Orbán Viktor is, hogyha az emberek békét akarnak, akkor szavazzanak a Fideszre, és hogyha az ellenzék lesz, akkor háborúba fogják a fiainkat küldeni. A háború az rettentően hatott, sok SMS-t is kaptam például azzal kapcsolatban, hogyan szavaztak át olyanok, diplomások, akik korábban az ellenzékre szavaztak volna, de ott az utolsó pillanatban megfordultak, és mégis a Fideszre szavaztak. Ez biztos, hogy döntő, tehát ez adta a döntő lökést a Fidesz kampányához, mármint, hogy ekkora eredményt értek el. A másik azért azt is kell látni, hogy ez az osztogatás is hatott. Nyugdíjas néni mondta azt, hogy még nincsen 99 ezer forint a nyugdíja, de bezzeg korábban a bajnai Gyurcsány időszakban elvették tőle a 13. havi nyugdíjat, és most ez milyen szuper, hogy megkapta a 13. havi nyugdíjat. Tehát ez is rettentően hatott, mások azt mondták, hogy na de hát a Fidesznek a családpolitikája. Én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt jelentős szerepet játszott. Az ellenzék az biztos, hogy nem megfelelő módon kommunikálta a béke kérdését, de itt van még egy, azt gondolom, hogy egy másik fontos tényező, amiről még eddig nem nagyon esett szó, hogy én úgy érzékelem, hogy az embereknek azért is volt nagyobb bizodalma a Fideszben, hogy béke lesz, pontosan a Putyin politikája miatt. Mert az emberek azt gondolták, hogy igen, Orbán Viktor nagyon jóban van Putyinnal, majd így el fogja tudni intézni, hogy kapunk gázt is, meg olajat is, és hogy akkor Magyarországot biztos, hogy elkerüli a háború. Tehát nagyon-nagyon sok érdekes tapasztalat volt, és a háborútól való félelemre hadd mondjak valamit. Az én keresztanyám 87 éves, eljött, szavazott rám, és a szavazás után hazamentünk, és akkor felteszi a kérdést nekem, hogy tudod-e, hogy én mitől félek a legjobban? Hát megmondom őszintén, én először arra gondoltam, hogy 87 éves biztos a haláltól. És a válasza az volt, hogy a háborútól. Tehát ő még ugye gyerekként megélte a háborút, és ez a félelem, a háborútól való félelem, az végigkísérte az életét, és most Ukrajna, ugye szomszédos ország, naponta halljuk a híreket. Mi a tanulság ebből? Talán az, hogy jobban kell érteni, hogy az embereket mi foglalkoztatja? Hát az is biztos. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle tanulsága van ennek a kampánynak és a hatpárti összefogásnak is. Biztos, hogy az elkövetkezendő időszakban ezeket meg fogjuk találni, de most nem lehet megmondani, hogy melyik milyen súllyal esett ladba. Nyilván az előválasztás az nagyon fontos eleme volt. Nem is volt más választása például a hat ellenzéki pártnak, hiszen az Orbán kormány
kormány egy olyan választási rendszert állított, bebizonyosodott, hogy külön-külön ez nem sikerül. Nyilván ennek is meg kell nézni a gyenge pontjait. Itt Kunhalmi Ágnessel beszéltek arról, hogy tulajdonképpen ez jó, nem jó, hogy Márki-Zay Péter egy szervezet nélkül került be a rendszerbe. Én magam azt gondolom, hogy a struktúra az nagyon fontos. Tehát én hiszem azt, hogy egy ilyen parlamenti demokráciában nagyon-nagyon fontos, hogy aki elindul egy ilyen verseny, annak legyen saját szervezete. Tehát én ezt például nem tartom egy jó ötletnek. Egyébként senki nem gondolta, hogy egy olyan miniszterelnök jelölt lesz, akinek nincsen szervezete. Mert hogy ugye Márki-Zay Péternek se volt nyilván egyszerű a helyzete, belecsöppent ebbe az egészbe, mi már sokkal előbbre voltunk már, mint a 6 párt, és ezt a gyorsaságot, pörgést valahogy fel kellett vernie. Kanásznagy Máté azért azt kijelentette, hogy az ő Márki-Zay Péter végtelenített beszédfolyama az egyik oka volt ennek a vereségnek, tehát gyakorlatilag kijelölte, hogy az LMP szerint ő a hibás. Ezzel egyetért? Én azt gondolom, hogy itt a felelősség közös, de különböző mértékben. És hogyha itt a mértéket nézem, akkor nekem azért a meggyőződésem az, hogy a legnagyobb felelősség Orbán Viktor terheli, mert hazudott. Hazudott az embereknek, félrevezette az embereket a háborúról és a békéről, félrevezette az embereket a tekintetben, hogy csak a Fidesz képes a békét biztosítani, és hogyha az ellenzék kerül hatalomra, akkor az ellenzék háborúba viszi az országot. Nézze meg, Márki-Zay Péter ma már arról beszél, hogy neki azért kell Hódmezővásárhelyen maradni, hogy a hódmezővásárhelyi gyerekeket megóvja attól, hogy Orbán Viktor ágyútöltelékei legyenek. Ez ugyanaz kontrában, csak legfeljebb később. Én azt gondolom, hogy nyilván vannak érzelmek is ebben, ki, mikor és hogyan válaszol. Azt azért teljesen világosan kell látni, hogy Magyarország tagja a NATO-nak. Tehát, hogyha itt Magyarországon valamilyen módon belesodródik a háborúba, akkor ez nem Magyarországot fogja jelenteni, ez sokkal, de sokkal többet. Önnel mi lesz? Ugye a listán nem szerepel, egyéniben indult, egyéniben vereséget szenvedett, tehát a parlamentből kiesett, de az LMP társelnöke. Hogy tervezi a jövőt? Én ugye mindig az egész életemben környezet, természetvédelmi, fenntarthatósági kérdésekkel, zöld politikával foglalkoztam, természetesen különböző kalapokban, tehát voltam civil, voltam minisztériumban helyettes államtitkár, voltam a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanácsnak a titkára, voltam az Ökopolis Alapítvány társelnöke, 8 éven át frontvonalba zöld politikus. Én azt gondolom, hogy a zöld politikához biztos, hogy hű fogok maradni. Jelenleg az LMP-nek a társelnöke vagyok, valamikor 1-2 hónapon belül, pontosan nem tudom, de az LMP-ben is lesz tisztújítás, tehát ez 2 éves ciklus van, addig lesz időm eldönteni, hogy milyen formában folytatom, hogy vajon vállalok-e következő ciklusra egy megmérettetést az LMP-n belül, hogy a társelnök maradjak és ilyen módon foglalkozzak az öt politikával, vagy pedig ez alatt az időszak alatt egy másik formát fogok megtalálni. Smuk Erzsébet, minden jót kívánok! Köszönöm szépen!